Megtorlás, vallatás, mártír halál. E szavakkal lehetne röviden összefoglalni Kemény Pál életének legnehezebb időszakát. A megpróbáltatás ideje volt ez az ő számára. Erre emlékezve gyűltünk ma össze. Átélte a kínok kínját, a rabság kiszolgáltatott helyzetét. Az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeinek egyik mártírja Kemény Pál. Az egykori talajvegyész síremléke az északi temetőben áll, amely előtt az 1956-os megemlékezések alkalmával a város közössége koszorúzással tisztelgett. Ma reggel Kemény Pál hozzátartozói, a városunk vezetői, országgyűlési képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúit és mécseseit a karcagi mártír sírjánál. Kemény Pál, karcagi talajvegyész, korábbi honvéd főhadnagy állítólag visszaadta az első pofont a pufajkásoknak, mire azok úgy megverték, hogy néhány nap múlva a szolnoki kórházban veseelégtelenség miatt elhunyt. A bántalmazottak többnyire szívgyengeségben vagy veseelégtelenségben haláloztak el.